Az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. 100. alkalommal adományozott orvosi eszközöket a kórháznak. A jubileum alkalmából nem is adományozhattak volna más intézménynek, mint a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórháznak, hiszen a vármegyéből indult a kezdeményezés, mondja Fejes László, a Kft. Ügyvezetője. Úgy gondolom, hogy különleges az alkalom több szempontból is. 100. adomány átadónk okán egy kórházba megjelenni, én úgy gondolom, hogy fantasztikus érzés. Jó magam, jelen voltam az összesen. El kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus érzés, felemelő érzés, és szívmelengető az, ahogy az egészségügy viszonyul a vadászokhoz, és azt hiszem, hogy ez az érzés valahol kölcsönös. A 11 éves jótékonysági vadászatnak köszönhetően mintegy 23 helyszínen adtak át adományokat, összesen 221,7 millió forint értékben. Minden esetben gyermekosztályoknak vásároltak hiánypótló, korszerű orvosi eszközöket. Egy rendkívüli fokozata véleményem szerint az önzetlenségnek az, amikor valaki másokat is rávesz arra, hogy önzetlenül cselekedjenek, és önzetlenül, időtállóan, nagylelkűen, gyakorlatilag egy programon keresztül rendszeresen támogassanak az ellátórendszer egy bizonyos szegmensét, nevezetesen a gyerekgyógyászati ellátást, és ebben látom a legnagyobb eredményét, a legnagyobb erényét az országos jótékonysági vadászatnak. A gyermekek gyógyításához kaptak egy úgynevezett volumetrikus infúziós pumpát, amely az intenzív osztályon az infúzió és a gyógykészítmények pontos adagolását segíti. Egy csecsemő hallásvizsgáló berendezést, amelyet elsősorban az újszülöttek szűréséhez használnak. Egy vér- és infúzió melegítőt, amivel a készítményeket testhőmérsékletűre tudnak melegíteni. Illetve egy Holter rekordert, amely a szívbeteg gyermekeknél ritmuszavar gyanúja esetén az EKG regisztrálásával segít a pontos diagnózis felállításában.